Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet. Szeretetben köszöntelek benneteket itt Böblingenben, és természetesen mindazokat a kedves testvéreket, akik majd későbbiek folyamán bekapcsolódnak szentmisénkbe. Zeng a harang hívószóval, e szép ünnep reggelén. Összegyűltünk oltárodnál, kél szívünkben új remény. A Szent vagy Uram 232-es számú énekének első verszakából idéztem az első két sort, amelyet most bevonulásra énekeltünk is. Ha kezetekbe veszitek az ének lapocskát, akkor láthatjátok, olvashatjátok. A mai napon itt Böblingenben, június 26-án dr. Scheffler János püspök úr a közösség védőszentjének emlék ünnepét üljük. Ez egyben a búcsú ünnepünk is. Szatmári Egyházmegyében június 17-én van boldog Scheffler János püspök emlék ünnepe, viszont itt Böblingenben mi egy hagyományt viszünk tovább, hogy a búcsú ünnepet június hónapban tartjuk, amikor itt negyedik vasárnapon rendszerint találkozunk. Így van ez a mai alkalommal is. Ezekben a percekben, Szatmárnémetiben több ezren gyűlnek össze a székesegyház előtti téren, azért, hogy a püspök atya által elrendelt ünnepet, Jézus szíve ünnepét, mint egyházmegyei búcsú ünnepet most ünnepélyesen megtartsák. Talán stílszerű az a tény, hogy most mi itt Böblingenben, ebben a szentmisében éppen őre emlékezünk. Tanítását, üzenetét majd a mai elmélkedésben fogjuk hallani. Most a bevezetőben arra kérlek benneteket, hogy tekintsetek erre a bannerre. Május hónapban Stuttgartban megünnepeltük hálában és szeretetben, hogy 75 éven keresztül immár töretlenül, folyamatosan a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyében magyar nyelvű szentmisére gyűlhetünk össze az egyházmegye különböző helyein, utóbbi időben jelesül itt Böblingenben is. És mi, akik rendszeresen eljövünk ezekre a szentmisékre, érezzük a szívünkben lévő hálának érzését, amely mai búcsünnepünkön még erőteljesebb. Köszönet, hála a befogadó közösségért, a közösség tagjaiért, és nyilván azért a krisztusi tanításért, amely vasárnapról vasárnapra különböző közösségekben, anyanyelvünkön, magyarul, mint biztató üzenet elhangozhat. Szentmise kezdetén, hogy a hálára mindannyian méltók legyünk,
vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te megadtad boldog Scheffler János püspöknek, hogy haláláig küzdjön az igazságért, és így az egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen. Add, hogy odaadását követni tudjuk, és a mennyei hazában örök hazára lejjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól. Kend fel magad helyett prófétává Elizeust, Safát fiát. Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, 12 pár ökör haladt előtte, maga pedig a 12. pár mögött haladt. Illés odament hozzá, és rávetette köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket,
Illés után szaladt, és így szólt. Engedd, hadd adjak előbb búcsúcsókot apámnak, meg anyámnak, aztán követlek. Ő azt mondta neki. Menj csak, de térj vissza, és ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged. Azzal Elizeus elment, fogta pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába szegődött, és szolgája lett. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Isten gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgasság igájába hajtsanak titeket. Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. De ha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást. Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással. És így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Szentlélek, akkor nem vagytok alá vetve a törvénynek. Ez az Isten igéje. Halleluja, halleluja, halleluja. Szóljon
Uramet hallja te szolgád, örök életet adó igéid vannak. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt, ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok Jakab és János fölháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá, követlek, bárhová is mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, ahogyan láthatjátok, elkészült jubileumi ünnepünkre e közösségnek is a mise ruhája. Az alkotója, Szabó Trifu Krisztina egyházművésznő, aki Szatmár Németinek a szülötte, és amikor május hónapban a háromnapos jubileumi ünnepünkön jelen volt, és mintegy bemutatta az általa készített 12 miseruhát, személyes allomásként elmondta, hogy ennek a miseruhának az elkészítése állt legközelebb hozzá, annál is inkább, mert az elmúlt esztendőkben ő nagyon sokat dolgozott, fáradozott azért, hogy a boldoga avatásra készülőben és azt követően is Schaeffler János püspökatya méltó tiszteletben és megemlékezésben részesüljön. Majd a szentmise végeztével, amikor lesz rá időnk, akkor közelről is megnézhetjük a szimbólumokat, amelyeket elrejtett ezen a miseruhán. A börtönévekre gondolok itt, a vértanúságra, és nyilvánvaló a hitnek megtartó erejére. Boldog avatására 2011. július 3-án került sor. 16. Benedek pápa személyes küldötte Angelo
Amato, bíboros atya, képviselte a Szentatyát, így történt a boldogavatás Szatmárnémetiben, Székesegyház előtti téren. Én is személyesen jelen voltam a boldogavatási szentmisén. Már a szentmise kezdetében így fohászkodtunk: mindenható örök Isten, te megadtad boldog Scheffler János püspöknek, hogy haláláig küzdjön az igazságért, és így az egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen. Add, hogy odaadását követni tudjuk, és a mennyei örök hazában, örök hazára lejjünk. A könyörgésnek van néhány fontos része, ezeket szeretném most kiemelni. Egyrészt a könyörgés így fogalmaz: boldog Scheffler János püspök atya, haláláig az igazságért küzdött, és ugyanakkor életét az egyház iránti hűség és az engedelmesség jellemezte. Három dolgot állítunk személyével kapcsolatosan. Egyrészt az igazság melletti kiállása, amely példaértékű, másrészt az egyház iránti hűsége, és harmadsorban az egyház iránti engedelmessége. Bennünket, akik gyökereinkben a Szatmári Egyházmegyéhez tartozunk, örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy az ő személyében boldogot tisztelhetünk. Már a tavalyi esztendőben itt a rávaló emlékezésemben elmondtam, hogy, és ennek részleteire nem szeretnék most kitérni, hogy én is azon kivételezettek közé tartozom, akik egy parányit hozzátehettek a maguk jelenlétével ahhoz, hogy az ő boldog avatási ügye az végül is sikerrel járjon. Köszönet érte. Mi valamennyien büszkék vagyunk, hogy a boldogok között tisztelhetünk valakit, aki közülünk való. Hiszen Kálmánnak szülötte ő, 10 gyermekes családban nő fel, és indul el az ő papi élete. De magáinak mondhatja a nagyváradi egyházmegye is, ahol tanított, és mint apostoli kormányzó nagyon kiszolgáltatott és ínséges időben az egyházmegyét vezette. Magáinak mondhatják őt a kolozsváriak, ahol szintén tanított. A Szatmári Egyházmegyének az elcsatolt hívei, gondolunk itt a Debrecen-Nyíregyházi, a Munkácsi, a Kassai Egyházmegye híveire, és természetesen sajátjának mondhatják őt a Szatmári Egyházmegye hívei, mai Jézus szíve egyházmegyei búcsünnep éppen ezt üzeni, és nem utolsó sorban magunkénak mondhatjuk mi itt, Böblingenben, akik védőszentünként, oltalmazónként tekintünk rá, és tiszteljük őt. 1942-ben, 55 esztendős korában a Szentatya Szatmári püspökké nevezi ki, és ekkor így fogalmaz. Néhány idézet fog következni az ő írásaiból, naplójából. Felajánlom életemet, és szeretnék 20 évig a Szatmári Egyházmegye püspöke lenni, mert így tettekkel is sokat tehetnék, de ha nem adatik meg, az örökké valóságban is Szatmárért fogok dolgozni. Sokat imádkoztam és kértem az Úr Jézust,
hogyha nem leszek alkalmas a püspöki hivatalt jól ellátni, vegyen el még szentelésem előtt. Megtettem, ami tőlem tellett, és nyugodtan indultam a szentelésre. Voltak éppen 10 éves sem kormányozhatta az egyházmegyét, hiszen a II. Világháború javában dúlt, és feladata az volt, hogy a háború okozta pusztításokat jóvá tegye, helyrehozza. A békekötés követően azonnal nyugdíjazzák, hisz Szálka a hatalom szemében, megvonják működési engedélyét arra hivatkozva, hogy nem román területen szentelték őt püspökké, és egyúttal próbálják betörni őt, arra kérik, nyomást gyakorolva rá, hogy vállalja el az általuk létrehozni kívánt egyház kormányzását, amely elszakad majd Rómától. Az őt ért megkeresésekre mindig nemmel válaszolt. És talán most következik az ő életét jellemző legfontosabb mondat. Szívesen feláldozom akár életemet is, de a hitemet sohasem. Ezért példaképül nekünk, ennek az egyházközség híveinek. Életemet szívesen feláldozom, hitemet sohasem. Ebben a viharos időben írja a naplójába papjainak, egészen elégő áldozattá kell lennünk. Ki kell tartanunk mindvégig. Fel kell készülnünk ma a vértanúságra is, életünk feláldozására, keresztény hitünkért, amely a legnagyobb ajándék. Amikor e sorokat olvasom, akkor egyértelmű, hogy mélységes tiszteletet és hálát érzek egykori egyházmegyém nagy püspökéért, Boldog Scheffler János püspök atyáért. 1944. áprilisában kiadott körlevelében megfogalmazza, hogy vannak olyan emberi csapások, nehézségek, amelyekből nem lehet emberi erővel megszabadulni. És talán itt egy kicsit áthallásos is lesz a történet. Ilyen volt a II. Világháború is, amelynek hatással akkoriban Szatmár Németiben is kézzelfogható és érezhető volt. És ezért fogalmaz így, emberek tudnak tűzvészt okozni, de az ő bűnük révén keletkezett borzalmas tűzvészt megszüntetni nem tudják. Csak magasabb kéz segíthet rajtuk. A gondviselő Istené, aki előtt nincs különbség kicsi és nagy nép között. Ez a jóságos kéz 1000 éven át megtartott bennünket. Most is csak benne bízhatunk. Istennek szerető atyai karjába kell kapaszkodnunk. Az atyához az út pedig a boldogságos Szűz Mária által vezet. Szeretett híveim, a szűzanya keresztények segítsége üzen nekünk. Felajánlja anyai karját. Kapaszkodjunk hát bele. Más menekülésünk nincsen. És most, amikor ebben a felbojdult és bizonytalanságot közvetítő világban élünk, sokan harmadik világháború előkapujáról beszélnek, akkor érezzük csak igazából, mennyire időszerűek azok a szavak, azok a gondolatok, amelyeket Boldog Scheffler János püspök atya megfogalmaz. 1,5 évvel később, 1945. novemberében következőket mondja. Isten végtelen irgalmából immár 1 éve, hogy tájainkon elhallgatnak a gyilkos fegyverek.
de azért sajnos még igen távol vagyunk a teljes béke boldog napjaitól. A lelkek mélyé még mindig forra háború tűzhányója. Szívünk még mindig sajog a háború szenvedéseitől, fiaink és leányaink ezrei sínlődnek hadifogságban, számüzet és távol idegenében vagy börtönökben. Sokan el is pusztulnak a lelki és testi nyomorban, és akiket Isten könyörületes jósága visszahozott, talán egész életükön át hordozni fogják az elszenvedett nyomor szomorú emlékeit. Szomorú tél köszönt ránk. Népünk ezrei ruhátlanok, éheznek és fagyoskodnak. És ki tudja, nem érje utol ezt a sokat szenvedő nemzedéket még ragályos betegség ostora is. És még nagyobb baj a bajok forrása, hogy a lelkek mélyén a gyűlölködés pokoli tüze lángol. A tegnap üldözöttek kegyetlenebbül visszagyűlölik volt vagy vél gyűlölőiket, mint azok tették, és ha igaz, hogy aki szelet vett, vihart arat, az is igaz lesz, hogy aki vihart vett, orkánt fog aratni. A gyűlölködés sátáni versenyfutásában. És éppen ennek hatására rendelte el egyházmegyében az engesztelést Jézus szentséges szívében, és szorgalmazta a szűzanya tiszteletét, a hozzávaló imádságot. A Szentírás tanítása szerint zárja sorait az egykori püspök: békesség és vele együtt is a szeretet és az öröm a Szentlélek gyümölcse, édes gyümölcse. De amíg országok millió és népek vezetői bűneikkel, Isten tagadásukkal és gyűlöletszításukkal elűzik és megszomorítják az Úr lelkét, addig a békességi szeretet lelke nem közeledik felénk. Testvéreim, imádkozzunk, vezekeljünk, és bízzunk a fatimai szűzanya jóságos ígéreteiben. Ő nem fog bennünket elhagyni. Ismerjük életének folytatását. A hit mindenek előtt, őt nem lehetett megzsarolni, nem lehetett megtörni, nem lehetett megfélemlíteni. Dél-erdélyi kényszer számüzetésében Kőrösbányán további megkéréseket kap a kommunista vezetőktől, hogy a pápától elszakadva vállalja el az általuk létrehozni kívánt egyházmegyének szolgálatát. Ezt mi röviden úgy szoktuk összefoglalni, hogy a békepapság élére álljon. A sikertelen próbálkozásokat követően, mert megtörni nem tudták, bebörtönözték, ám a kegyetlen börtönévek és állandó kihallgatások közepette sem tört meg. És 1952. december 6-án hajnalban a zsilávai börtönben meghalt. A halála mentette meg őt a ráváró koncepciós pertől. Szatmári egyházmegye a halálának híréről csupán egy évvel később értesült, majd 1965-ben exhumálták holttestét először a Székesegyház kriptájába, majd a Szentszék engedélyével a Székesegyházban a számára készített helyre helyezték. Tanítása, élettanítása ma is érvényes. A gondviselő mennyei atyához az út a szűzanyán keresztül vezet, akit szüntelenül kérni kell, különösen a megpróbáltatások idején. És végül egyetlen egy gondolat, amelyet a Szentleckéből választottam. A Szentleckében Pál apostol a Galatákhoz intézett levelében a lélek szabadságáról szól. Testvéreim, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. Mára világunkban
A szabadságot egy másik fajta érzés váltotta fel, szabadosság. És sokan, hogy ezt magukénak tudhassák, mindenféle elvtelen kompromisszumokra készek. Ideológiai harcnak nevezzük ezt, azaz egyházüldözésnek. Igen, jelenleg ennek az ideológiai harcnak vagyunk mi is a tanúi. Célja ennek az ideológiai harcnak a közösségek elnémítása. Miközben egyre kevesebben vallják vallásosnak ma magukat, arra utalva, hogy hatalmas csalódás számukra az egyház és mindaz, ami az egyházban történik, nem veszik észre, hogy szabadságukat, belső, a lélek szabadságát veszítik el. Mi az orvosság erre? Egyetlen egy. A közösség megtartó ereje. És ilyen értelemben ez egy állandó feladat nekünk is itt Böblingenben, és minden olyan részegyház községben, ahol időről időre rendszeresen találkozunk. Scheffler János püspök atya életével és vértanúi halálával az európai civilizáció keresztény gyökereinek fontosságára irányítja rá a figyelmünket. Igen, európai kultúra és civilizáció kereszténytelenítésének vagyunk ma a tanúi. Ezt nevezzük teljes szekularizációnak, szabadosságnak. Olyan környezetet kell ma teremtenünk, amelyben önmagamat nem adom fel, amelyben megőrzöm hitemet, és mindazt, amit hitemnek köszönhetek, gyökereimen, neveltetésemen keresztül. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben. Harmadnapon föltámadt halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli. Légy Urunk, főpásztor a lelkipásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé. Kérünk téged, hallgass minket. Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottokhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Kérünk téged, engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint. Kérünk téged, elhunyt testvéreink, szentséges szíveden leljék meg örök nyugalmadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, mely szívvel, lélekkel rád hagyatkozik, és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd, szabadítsd meg minden bajtól,
Árazd el szent szíved áldásával, ki élsz és szeret bennünket most is, mindörökké. Imádkozzunk együtt, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, Te a szentségi jelek által árasztod lelkünkbe a megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk méltó legyen szent titkaidhoz, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeinek példás élete által az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás tevékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és egy szívvel zengünk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak,
akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztust, azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet. Kérsz és szerezd bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke és a kiengesztelődés jelével. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, miket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Áldoztatás majd a kamera mögött ott középig fog történni.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, éltesse minket ez a szent áldozat, amelyet bemutattunk és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk Krisztus, a mi Urunk által. Ahogyan ezen a kis ének lapon láthatjátok ott az utolsó oldalon, a Szatmárnémeti Szentlélek templom oltár képéből van egy kis részlet, rajta szentjeink, nagyjaink, Boldog Scheffler János, Hám János püspök atya, és természetesen mások is még. Csak nézegessétek, és a lapot vigyétek haza magatokkal. Amit szeretnék elmondani áldás előtt, az a köszönet hangján, a szaván köszönet nektek, akik ebben az esztendőben is, ínséges esztendőben és emberpróbáló időben hűségesek maradtatok ehhez a közösséghez. Nagyon szépen köszönöm. Természetesen köszönöm az önkénteseknek a háttérmunkáját, különösképpen Évának, férjének Jóskának, Palinak és mindazoknak, akik kivették a részüket, hogy a szentmiséket előkészítsék, illetve amikor már arra lehetőségünk nyílott, a szentmisét követő Ágápét is. Most is, amit itt elkezdtünk ennél a terített fehér asztalnál, folytatni fogjuk, de nem a hagyományos helyen, mert ott a német közösségnek van most ünnepe, hanem itt a másik gyülekező helyünkön. Jól érezzük magunkat, úgyhogy senki se menjen haza, semmi se legyen fontosabb, mint az, amiről próbáltam szólni az elmélkedésben is. Közösségben maradjunk egymással, és ezt a közösségi érzést erősítsük mind magunkban, mind pedig másokban.
A nyári hónapok következnek, amikor is szokás szerint nincsenek hagyományos értelembe vett szentmiség kiírva, de július hónapban még találkozhatunk több alkalommal is. 9-én Vicajos Zalin, Forchheimból a Jézus Szíve templomtól fogunk indulni egészen Kálvig, úgyhogy akik eddigiekben is bekapcsolódtak, most is bekapcsolódnak ebbe a Vicajos Zaliba, szeretettel hívjuk és várjuk őket. Másnap 10-én kis zarándoklatunk lesz a Steinhauseni gyönyörű szép falusi templomhoz fogunk ellátogatni, mivel most lehetőség van a 9 eurós jeggyel könnyebben utaznunk, úgyhogy egészen Schussenriedig vonattal fogunk menni, és akkor ott az idősebbeknek megoldjuk majd a szállítást, akik meg jó erőben vannak, azok gyalogolni fogunk, 5 kilométer körülbelül a távolság nem olyan vészes. Mindenről majd honlapunkon keresztül értesülhettek. 17-én a Bérenzébe szeretnénk találkozni, családi napot tartani, ennek részleteiről is szólni fogunk. Rákövetkező héten, 24-én vasárnap pedig, és a kezdeményezés immár harmadik alkalommal Heidenheimból a helyi közösség részéről érkezik. Heidenheim közelében lesz családi napunk, szentmisével egybekötve, ennek részleteiről is hamarosan tájékoztatnak benneteket. Itt a nyári szünetet követően szeptember hónap utolsó vasárnapján, azaz 4. vasárnapján, 23-án fogunk találkozni. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, éljünk békében. Csak az éneket, a hozsanna éneket fogjuk énekelni, mert a német testvérek már hallom, nagyon türelmetlenek. Köszönöm szépen!